Közel 600 millió forintból újult meg a nagykállói pszichiátriai szakkórházban a rehabilitációs osztálya fejlesztésre a kórház az Európai Uniótól nyert támogatást. Ez év februárjában adták át hivatalosan a Santa Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház új pszichiátriai rehabilitációs központját. A közel 2000 négyzetméteres kétszintes központ lehetővé teszi a korábbi két különböző helyen zajló pszichiátriai ellátás, az akut beteg ellátása, a rehabilitációs kezelések, valamint a járóbeteg szakrendelések egy telephelyre költözését. Az új épületben korszerű körülmények között európai szinten gyógyulhatnak a betegek, a hotelszárnyban 23 ágyas korterem mellett orvosi és adminisztrációs szobát, vizsgálóhelyiséget, nővérpultot, az úgynevezett kreatív szárnyban pedig foglalkoztatót, zeneterápiás termet, tornatermet, kerámia műhelyt és éttermet alakítottak ki. 10 millió forintot pedig rehabilitációs eszközök és bútorok beszerzésére fordítottak. Az új rehabilitációs központ nem hagyományos kórháza, kinti világot modellálja. A munkahely és az otthon mintájának szerepét tölti be. A mozgás, a szociális készségek és a kreativitás fejlesztésében, különböző tevékenységek újraépítésében, gyakorlásában segíti a betegeket, hogy visszailleszkedhessenek a mindennapi életbe. Köszöntöm a stúdióban dr. Erdélyi Ágnest, az intézmény vezetőjét. Jó estét kívánok! Minden helyiségben nem látogattunk el, de természetesen a bejátszás az elmondta azt, hogy milyen összetett és komplex az a kezelés és az a módszertan, amit most ezáltal az új épület által tud vinni az intézmény. Beköltöztek az új központba, mit jelent az, hogy egy telephelyen működhetnek? A rehabilitációs osztályunk eddig is Nagykállóban működött, de egy a kórház központi épületétől egy olyan 500 méterre, úgyhogy valójában ez nem volt egy nagy távolság, de mégiscsak amikor a beteg találkozni akartak egymással, akár valamilyen közös tevékenységet akartunk tervezni, akkor ez mégiscsak egy nagyobb távolság volt, és hát a bejátszásban látszott, hogy egy nagyon szép korszerű épületet kaptak a betegek. Az, hogy regionális pszichiátriai módszertani központ lett az intézmény, ez egy cím, mit foglal ez magában, mit jelent ez az intézmény számára? Az egyelőre még egy tervezet, mert a pszichiátriai rehabilitáció Magyarországon nagyon fejlődőképes, nagyon sok olyan új elképzelés van, nagyon sok olyan új módszer. Igazából azt mondanám, hogy van egy szemléletváltás, ami már arról szól, hogy a pszichiátriai beteget ne izoláljuk a környezettől, ne azon ügyködjünk, hogy sok gyógyszerrel valójában maradjanak otthon, vagy kerüljenek egy intézetbe, hanem az a cél, hogy visszakerüljenek a társadalomba, és ugyanolyan hasznos tagjai legyenek a közösségnek, mint amilyenek voltak a betegségük előtt. Erről szól ez az új épület is, és azok az eszközök, amik segítik a betegeket abban, hogy a felépülésük az folyamatosan történjen. Elhangzott ebben a kis bejátszóban is, hogy milyen feladatokat látnak el, vagy milyen új módszereket tudnak alkalmazni a terápiákban. Mit jelent az, hogy az alapkészségeket vissza kell adni a rehabilitációban a pszichiátriai betegeknek? Ugye a pszichiátriai betegség az nem egy betegség, hanem nagyon sokféle betegségből áll össze, és a különböző betegség súlyosságok különböző módon esetleg akadályozhatják a megbetegedett embert abban, hogy azokat a készségeket, amiket korábban gyakorolt, azokat újra gyakorolja. Vannak betegek, akiknél ez nagyon könnyen megy, van, akiknél meg nehezebb. Van, akinek olyan egyszerű dolgokat is meg kell tanítani, hogy hogyan osszabb az idejét, a pénzét, hogyan alakítsa ki a saját napi rendjét, ezen belül mennyi időt fordítson arra, hogy önmagát tisztába tartsa, a környezetét tisztába, karban tartsa, és egyéb ilyen dolgokat, ügyintézés, önéletrajzírás, egyáltalán a munkaerőpiacon való megjelenés, egy interjún való viselkedés. De nagyon sok olyan apró részlete van az életnek, amit élünk, amit úgy gondolunk, hogy egy természetes dolog, de olyan embereknél, akiknél egy betegség miatt esetleg ezek a készségek elvesztek, vagy ha nem is vesztek el, de sokáig nem gyakorolta, és ha sokáig nem gyakorolta, akkor úgy érzi, hogy ez már nem annyira jól megy neki. Ezek itt újra feleleveníthetők, újra készségszintjén begyakorolhatók, és ki lehet alakítani a beteggel közösen egy olyan tervet, hogy ő otthon, amikor hazamegy, hogyan fogja tudni úgy élni az életét, ahogy a betegség előtt.
Mi a jellemző, vagy mi a tapasztalat azok, akik a rehabilitációból kikerülnek, képesek ismét az önálló életvitelre? Azt gondolom, hogy igen, nagyon sokan képesek. Azt, hogy az önálló életvitel melyik szintjét határozzuk meg, hogy valaki képes-e visszamenni dolgozni, vagy valaki pusztán otthon, de otthoni házi munkákat ellátva, ez a betegségtől függ, attól, hogy a betegség milyen súlyos, mennyire rombolta esetleg a személyiséget, milyen akadályok vannak a beteg számára, ezért van az, hogy mindig egyénileg tervezzük azt, de igenis azt gondoljuk, hogy a beteg képesek visszailleszkedni. Ugye a társadalom számára is ez utóbbi a hasznos. Mi a jellemző, milyen jellegű pszichiátriai betegségekkel találkoznak, és milyen jellegű betegségből kerülnek be a kezeltek vagy a páciensek a rehabilitációba? Mindenféle pszichiátriai betegséggel zavarral találkozunk, hiszen a kórházunk a pszichiátriai betegség teljes spektrumát, kívül a gyerekkori kórképeket, azokat nem, de a felnőttkori kórképek közül mindent fel tudunk vállalni. Természetesen akinek szorongásos zavara van, vagy pánikbetegség, az nem kényszerül egy hosszasabb rehabilitációra. Ott azok a tünetek egészen másképpen befolyásolják az életét, mint akinek mondjuk skizofréniája van, és egy súlyosabb állapotból kell felépülnie. Ugye van egy fajta társadalmi jelenség, ami eléri önöket is, fogalmazhatok így, ez az időskorral összefüggő pszichiátriai vagy pszichológiai betegségek, zavarok, mindegy, hogy minek nevezem, ez ugye majdnem minden megyét érint itt ebben a régióban kimondottan, hiszen egy kicsit előregedik a társadalom. Mit látnak, tudja a szakma kezelni ezt a jelenséget? Az időskori zavarok száma tényleg megnő, nagyon sok mindenki van, aki gondoskodásra szorul az életem utolsó éveiben, akár évtizedeiben, és itt is az a cél, hogy minél inkább otthon lehessen ápolni, az a cél, hogy megtartsuk azokat a készségeket, amivel még önellátó marad, amivel még családban tud élni, és ezért nem kényszerül arra, hogy valamilyen intézménybe bevonuljon. Melyek a tervek, vagy mik a tervek a jövőre vonatkozóan, akár a rehabilitációs részlegnek, a szakmai munkájának a továbbfejlesztésében, illetve hát összességében a szakkórház szakmai munkájának a továbbfejlesztésében? Mindenképpen az a célunk, hogy haladjunk a szakmai kihívásoknak, meg tudjunk felelni, haladjunk azokkal a kihívásokkal, amiket a szakma fejlődése, illetve azt gondolom, hogy a társadalom elfogadottsága is elénk kitűz, hiszen azt tudjuk, hogy régebben nagyon stigmatizált volt a pszichés zavarnak bármelyik formája. Most már ez a stigmatizáció, azt gondolom, egy kicsit enyhült. Még mindig vannak olyan fajta ellenérzések az átlag emberben, akik azt hiszik, hogy a pszichiátriai betegek veszélyesek. Mi pedig a rehabilitációval is azt célozzuk meg, hogy bebizonyítsuk, hogy nem veszélyesek, hanem ugyanúgy a társadalomba visszaéleszthetők, mint más betegségből felépülő emberek. És most már elmondhatja, hogy a szakmai munkához, ahogyan láttuk is, egy korszerű épület és megfelelő eszközök, megfelelő kubatúra társul. Köszönjük szépen, igazgató asszony, hogy itt járt nálunk. Köszönöm szépen.